Boldog új évet! December 31-ével nem ér feltétlenül és egyértelműen véget az előző év, ahogy az idei év sem kezdődik el január 1-én. Egyrészt energetikailag január 6-án, vízkereszt napján lépünk át az új évbe és hagyjuk el az új évet. Másrészt egy egészen hosszú átmenet is tud lenni. Ez lehet több hónap. Azaz lehet, hogy te már a 2022. év energiáit elkezdted 2021 éveleje körül alakítani. Másrészt, ha ott lerendezetlen dolgaid maradtak, akkor ezt mind hozod át az idei évbe, és összekevered az energiákat, ezzel akadályozod, hogy haladjanak a dolgok. Pedig idén egy aktív évünk lesz, ezt hamarosan bővebben kifejtem. Ha szeretnél rákoncentrálni még arra, vagy rádolgozni, hogy elengedd és méltón engedd el az új évet, és tényleg át tudj lépni az idei évbe, hogy tényleg élni tudja lehetőségeivel, és ne akadályozzon már 2021, és azok a dolgok, amik ott lezáratlanok, nézd meg a Hogyan engedd el méltón 2021-et című videómat. És bármikor nézed ezt a videót, ez a videó 2022-ben végig aktuális lesz, és bármikor, amikor úgy érzed, vedd elő a Hogyan engedd el méltón 2021-et című videómat, és nézd meg, hogy ott van-e még valami elengednivalód. Ha itt van valami akadályod, akkor érdemes visszanézni, hogy ott van-e még valami, amiben megrekedtél. Soha nem szabad úgy haladnunk előre, hogy állandóan visszafelé nézünk. De ha soha nem tekintünk vissza, akkor sem tudunk teljesen előre haladni. 2022 egy olyan különleges év, hogy egyrészt az egyik szempontból harmonikus. Három darab kettes van benne. Mostanában nem lesz többet ilyen, mert innentől, hát most közel 1000 évig, kettessel kezdődik az évszám. Mi már ebben az életünkben nem érjük meg azt, hogy hármassal kezdődjön, és ennél harmonikusabb, mint 2022, már csak 2222 lesz. Arra sincs sok esély, ugyanis az emberi szervezet 120 évre van eredetileg kalibrálva, ha nem rontjuk el. Tehát ennél erősebb és harmonikusabb éved ebben az életedben nem lesz. És ez egy nagyon nagy lehetőség, és nagy felelősség is. Mert ez nem azt jelenti, hogy minden így fog menni, hanem azt, hogy most nagyon oda kell figyelni. Ráadásul a kettes, az mindig a én és a másik. Duális vagy poláris világban élünk, ahogy jól esik hívnod. Kettősség jellemzi ezt a világot. Jézus azt mondta, hogy amikor a kettőt egyé teszitek, amikor kezek helyébe kezet, lábak helyébe lábat tesztek, akkor léptek be a mennyeknek országába. Azaz, amikor a kétségből egységet kovácsolsz. Erről az jut eszembe, most nagyon 2021 végén elkezdődött nálam az, hogy jöttek vissza kínai dolgok, amiket Kínában megéltem, amiket Kínával kapcsolatban tanultam, kínai medicína, kínai filozófia, kínai vallás, és nem tudom, hogy nekünk hogy jött, de szerintem ez ilyen amerikai sztori, hogy így mutatjuk a szívet, vagy így. Kínában és például Koreában is tudod, hogy mutatják? Ezt a két ujjat összeteszik, és ez nagyon érdekes, mert ez az ego ujja, ez pedig a spirituális ujjunk, a felettes énhez
tartozó új. Ezt a kettőt összeteszik, és így kifordítják. Úgyhogy amikor ők azt mutatják, hogy szeretlek, azt így mutatják. És van egy ilyen szokásuk, hogy azt mondják, hogy van egy meglepetésem, és a zsebükből előhúzzák a szívecskét. Így. Tehát amikor a kettőt összeteszed, és egyé teszed. Tehát ebben az évben vagy a kétség, vagy az egység fog vezérelni. Az egyik biztosan kétségbe esel, vagy visszavonod az energiákat mindenhonnan, mert ha kétségbe esel, akkor esel kétségbe, amikor nem tudsz döntést hozni. Hű, nagyon sok információ jön, remélem ez így érthető lesz. De ha ezt hozzátesszük, hogy 2022, 3 darab kettes, 3×2 az 6. Tarólapra redukálva, és hol vannak még a sorstervező kártyák, ez 6-os év lesz. A 6-os két dolgot jelent. Egyrészt a szeretők lapja, párkapcsolat, illetve párkapcsolat, illetve külvilággal való kapcsolat, másrészt a döntések lapja. De arra is utal, hogy szeretetben döntsünk és cselekedjünk, ne félelemben. Mert nincs más, vagy szeretetben, vagy félelemben. Milyen szeretetet élsz? Félelem nélkülit, vagy félelemmel telítetted, azaz feltételes szeretetet. Ha fizikai síkra vetítjük, és hát fizikai síkon élünk, a 6-os azt jelenti, hogy már döntöttél, már ez van. Érzed te ezt? Én a zsigereimben érzem, hogy a 2022-es év a 2021-ben meghozott döntéseimnek a végigvitele és következménye lesz. Valójában nem vagyunk más, mint a döntéseink terméke. Milyen döntéseket hoztál? Ha van olyan, amit nem hoztál meg, én azt javaslom, hogy ne halogasd. Rápillantok itt a sorstervező kártyákra, mindjárt elmondom ugyanezt egy kicsit más verzióban. 2021 nem a legboldogabb évem volt. De meg vagyok róla győződve, hogy eddig az életem legértékesebb éve volt. Az a rengeteg felismerés, nehézség, változás, küzdés, amin keresztül mentem, azoknak majd most jön meg a következménye, most kell őket végigvennem, vinnem. Tehát hoztál döntéseket, és most kell kiállnod mellettük és végigvinned. Szeretetben és nem félelemben. Féltünk már eleget, nem? Az előző év 2021 5-ös év volt, a hitünket kezdte ki és próbálta meg a kommunikációnkat, hogy kommunikálunk, hogy kommunikáltunk döntően, szájmaszban vagy online. Ide hozzátartozik önmagam megnyilvánítása a világban. Mennyire, hogyan nyilvánítottad meg magad, átgondoltad ezt? És a tanuló folyamatok éve volt. Most pedig a döntések és a szereteté. Ez, tehát, hogy aktív év lesz. Ez arra is utal, hogy nem pihenhetünk, viszont sokkal több lehetőségünk lesz cselekedni. A kettőt egyé tesszük-e? Egységben élünk, vagy kétségben? Én nagyon szeretem a kettőt így mutatni. Egyrészt ez a békejele. Mindjárt muszáj lesz belemennem a sorstervező kártyákba, mert nem bírom tovább. Hihetetlen, hogy minden szempontból ugyanaz jön vissza. Ha így mutatom a kettőt, ha van antenna, az intuíció. Így meg kétség. Ketté tesszük-e, és éljük-e a szeretetet. Muszáj belemennem sorstervező kártyákba. Fő inspirációm, cselekvés. Miről beszéltem eddig? Aktív év lesz. Mit hagyjunk abba? Mit tart vissza? Az elfolytások. Nem lehet már elfolytani. Döntéseket kell hozni, és cselekedni kell. Mit cselekedjünk? Mit tegyünk? Aktiváljuk a szeretet erejét. Szeretetben leszel,
vagy félelemben, kétségek között. És mi lesz az eredménye, ha ezt megteszed? Béke. Zseniális. Annyira élvezem, remélem te is élvezed, hogy ez az univerzum ilyen csodálatosan működik. Az univerzumnak vannak törvényei. Nekem ez egy vesszőparipám, vagy heppem. Mert ha ismered az univerzum törvényeit, élvezni fogsz mindent, élvezni fogod a teremtést, látni fogod mindennek az értelmét, és tudsz élni vele. Akkor imádni fogod. Ha viszont te áldozati szerepben vagy még, és nem akarsz foglalkozni az univerzum törvényeivel, akkor bizony az elszenvedője leszel. Áldozat maradsz még, félelemben maradsz, vagy meghoztad a döntésedet, és most cselekszel, és mész előre. A párkapcsolatokat is kikezdi ez az ér. Ha szingli vagy, akkor az lesz a kérdés, hogy készen állsz-e, és társat keresel, vagy párkapcsolatot. Ha párkapcsolatban élsz, tudtok-e együttműködni, egyek vagytok-e, vagy csak együtt vagytok. És most lehetőség lesz pozitív irányba változtatni. Ha nem, akkor viszont egyre jobban fog bökni a szög, hogy válasz, cselekedj, dönts. Nem lehet nem dönteni és cselekedni idén. Illetve én nagyon nem kívánom neked, és nem javaslom. Mert akkor nem tudsz békében élni önmagaddal, mert akkor folyamatosan ez fog feljönni. Lépj, és az univerzum támogatni fog. Már meghoztál döntéseket belül. Már csináltam egy-két éves taró elemzést mindenkinél, nyilván személyre szabottan, de a fő üzenet ez. Mit folytasz el? Miért zárod magadba? Itt az idő most cselekedni. Ne zárd el a dolgokat, ne folytsd el. Az epédre nagyon vigyázz idén. Az elfolytás az epéhez tartozik. Az epe a májhoz, és ha az epéd májad kikészül, akkor következik a vese. A következő méregtelenítőszer, valakinek el kell látni a feladatot, meg a nyirokrendszer. Ne folyts el! Nincs értelme, nem tudsz haladni, az elfolytás visszahúz, belül agressziót szül, és örökké békétlenség lesz benned, és nem tudod élni az életedet. Amikor elfolytasz, akkor megrekedsz. Ebből lesz az epekő. Megrekedt energia. Ha nem figyelsz oda, a májad is túlterhelődik, és még vesekő is lesz. Nyilván megvannak ennek a fizikai vonulatai, az is nagyon érdekes, de abban most nem tudok belemenni, az egy külön fórum, de ne folytsd el, mert amivel dolgod van, azzal dolgod van. Ilyen egyszerű. Nem elfolytani kell, hanem feldolgozni. A szeretet egy erő, amit aktiválni kell, a szükség van rá. Na, itt megmutatkozik idén a szeretet, hogy kit szeretsz és ki szeret téged. És szereted-e magad? Tudod-e áramoltatni a szeretet energiát kifelé és visszafelé? Kettesét. Tudsz-e együttműködni másokkal? Úgy, hogy közben önmagad maradsz, nem veszíted el önmagad. Isten ments, hogy elfogyd magad, az nem szeretet, az félelem. A szeretet nem egy érzés, és itt nem az érzésekről fog szólni ez az ér, a tettekről. A szeretet aktív, a szeretet cselekszik, és nem csak a szájával. Idén ki fog derülni, hogy kikre számíthatsz. És ha elveszítesz valakit, ne bánd. Éld meg szeretetben, és akkor aki szintén tud szeretetben élni, azzal tudsz egy lenni, akár tudsz együttműködni.
egyek kell, hogy legyünk, és együtt működünk. Jó? Nagyon sokszor sajnos úgy működnek kapcsolatok, hogy együtt vagyunk, és az egyikünk működik a kapcsolatban. Pedig egyek legyünk, és együtt működjünk. Ha elfogytasz, akkor a szeretet ereje sem tud aktív lenni benned, és ha benned nem, akkor nyilván az életedben sem. És ez fog meghozni egy békét benned. Már nem küzdesz, nem harcolsz, csak engeded, hogy a teremtés megtörténjen. Nagyon szeretem Dan Millmannek azt a kifejezését, hogy békés harcos. Ez a békés harcos éve lesz. Nem erőlteted, nem küzdesz, nem folytod el, de nem is erőlteted, hanem hagyod. De ha kell, akkor fel tudod venni a harcot. Ki tudsz állni magadért, másokért, ugyanúgy, ahogy a szeretet ereje sem mindig csak simogató. A szeretet erős, sőt, a szeretet erő. És amikor meg tudod azt élni, hogy már nem erőltetsz semmit, de amikor kell, akkor oda tudsz lépni, akkor rálépsz a tettek mezejére, akkor egy nagyon jó év lehet ebből. És én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb volt a tavalyi év. Ötös év, tanulni kellett, kettes is volt benne, egyes is, egyedül is, ketten is, most melyik, hogyan, döntéseket meghozni. Itt már a belül meghozott döntéseket, amiket már legalább tudatalatt meghoztál, azokat kell felszínre hozni magadban az elfolytás helyett, és cselekedni. Szívből cselekedni. Most már nem fejtudatosságról, hanem szívtudatosságról érdemes beszélnünk, szívünkből teremtünk. Csak az működik, amit szívvel, lélekkel, szenvedéllyel csinálsz. Nekem ez nagyon sokat tisztult idén, hogy mi az a... tavaly, 2021-ben, hogy mi az, amit tudok szívvel, lélekkel csinálni, és mi az, amit nem. Vannak olyan dolgok, amikre rájöttem, hogy megnyugtató, hogy tudom csinálni. Szükség lenne rá, elő tudnám venni. De nem akarom. És ezt eldöntöttem. Szerintem egy nagyon izgalmas év lesz. Biztos látszik, hogy én lelkes vagyok tőle, ahogy közben így rápillantok folyamatosan a kártyákra, és nagyon fogjuk élni a dualitást. Nagyon erősek lesznek a széthúzó energiák, de ha tiszta szándék van benned, akkor a szeretet erejével ezeket egyé tudod tenni magadban, és akkor nem fog zavarni, hogy máshol széthúzódik, mert te rendben leszel, egységben leszel, békében leszel, önmagaddal, a léttel és másokkal. Hát ez a szervek szintjén nézem, hogy mi az, ami érintett lesz. Májepe meridián döntően, lépgyomor, tehát májepe meridián agresszió, elfolytások, lép, gyomor, hasnyálmirigy meridián, szeretet áramoltatása, tudok-e lépni, tudok-e nyílt lenni, és fel tudom-e dolgozni mindazt, ami történik, mert nagyon szép feladat a kettőt egyé tenni, de amikor nem vagyunk toppon, akkor nem kényelmes ezt a kétséget, meg nem barátságos érzés megélni a kétséget, illetve a szív vékonybél meridián, a választásaink. Ugye a vékonybél kiválaszt. Mit választok? Figyelj majd arra, mindig lesz kettő. Akarsz hozni egy döntést, még jobban fogod érezni ezt a fény árnyékot, hogy amikor dönteni kell, így a mérlegelni kell, a kettősség, ezek gyakran meg fognak jelenni ebben az évben. Ha
Ha igényelitek, akkor majd fogok évközben is, mert olyan szempontból, tehát ez, amiről most beszélek, ezek az információk egész 2022-re, 2023, úristen, még kimondani is olyan idegen még, január 6-áig érvényesek, illetve 5-éig, de közben, ahogy haladunk az évben, nyilván haladnak a mozognak az energiák, áramlanak, mi is mindegyikünk halad az útján, a kollektív elkezd változni, és az, hogy mondjuk egy negyed év után, vagy fél év után, most mire figyeljünk leginkább, miután már ennyi idő eltelt az évből, az még nagyon érdekes tud lenni. De ez lehet végre egy aktív és szép év, és neked jó hír vagy sem, de nagyon sok minden rajtunk fog múlni. Tavaly kevésbé múltak rajtunk a dolgok. Inkább azon múlott, hogy ami történik, azokat hogy éljük meg. Most jobban tudunk tenni. Nem kevésbé leszünk tehetetlenek, és aki nem tehetetlen, az tehetős. Meg tudunk majd tenni dolgokat. És ezért, ha megfelelő dolgokat teszed, akkor ez a tehetőség által a pénzügyeidre is kihatással lesz. Tavaly sok mindenben voltunk tehetetlenek, ott inkább el kellett fogadni dolgokat, és megtanulni úgy megélni helyzeteket, hogy bizony voltak korlátozások, megszorítások, és nagyon ezek határozták meg az életünket, a mindennapjainkat, és ezen belül kellett megélni önmagunkat, meg élni az életünket. Most sokkal több lehetőségünk lesz, hogy irányítsuk, alakítsuk a dolgokat. Én azt kívánom, hogy egy igazán sikeres, egészséges és boldog új éved legyen. Kívánom, hogy legyen elég erőd és kitartásod élni ezekkel az információkkal, hozd ki a legjobbat ebből az évből. Legyen boldog neked 2022!